És a legújabb kajászeretőt bemutatni, hogy ezt lelestem valahonnan, de még élet titok lesz. Ez maradjon az én titkom, hogy ezt honnan lestem le. És pont ott vagyok, ahol kell lennem, hogy megmutassam nektek, hogy igenis igaziból el tudom készíteni azt, amit én interneten láttam, de nem mondom meg, hogy kb. Körülbelül hol, kitől, mitől, merre, hány méter. Lessünk bele kulisszákba, a helyzetbe, hogy én mit csinálok a mandarinnal, mandarin héjával. Ezt meg fogjuk, innen megbontom, mert én nem szoktam vaszizálni a csomóval, mert én ahhoz nagyon hülye vagyok. Elvékonyítom, de tudom, hülyén fogdosom, de elvékonyítom, ne haragudjatok. Egy kis változás lesz a kajam bemutatásán. Először belöntjük a joghurtot. Újabb főzősó. Hála Istennek, hogy tudok főzni nektek, mert már vártam is, remélem, hogy sokáig még így leszek. Remélem. Így. Már nagyon régóta el akartam készíteni ezt a dolgot. És egy kávé. Nescafé. Van vegyítve. Tudom, utána mondtam föl, gyereket tudom. De még otthon is így velük ezzel a Nescafé kapucsinós. Mindjárt égetém, mert ez úgy is lemegy. Ebben a felvén köszönöm, hogy az égen van. A gyerekek, belekeverem az erőst egy picit. Így gyertek itt a mosogatás, ennyi. És most gyerekek, megmutatom nektek a mandarint. Ennyi gyerekek. Mandarin, igaz? Igen. Nem számít, hogy jön le, csak legyen, majd azt én ezt igazgatom.
Gyerekek, hát ez ő kb. Körülbelül. Nem baj, hogy olyan lesz a kezem, úgyis. Csokisnak kő lenni. Így, életeim. Nos, a nagyot most teszem bele. Így. És most jön a közepére. És körülbelül gyerekek, szórjuk le ezt kókuszt reszelékkel. És na mindegy, jött ez ide is, na mindegy, akkor már legyen a közepére is. Egy pici csak így. Most így, ahogy van, berakjuk a hűtőbe. Gyerekek, hűtő. És nézzük meg, egy 10 perc múlva, kb. 10 perc múlva nézzük meg, hogy milyen lesz életem. Oké. Ez így ide, gyerekek, és várunk 10 percet. 10 percet várunk. Na gyere, Lacikám, kóstoljuk meg, amit csináltam. Sziasztok, sziasztok, Mahián Rosszálló vagyok, a Lacinak. Csináltam egy ilyet. Kóstolj meg ezt a csokis. Igen. Igen. Nem meg kell tovább hűtni először a héját? Pirítani, de nézzük meg, hogy nyár semmilyen bajod nem lesz. Ettem már nyár sem. De legközelebb megpirítom. Gondoltam rá, de nem készültem. És hogy milyen? A héjától kesem. Tiszter mennyi? Kb. Körülbelül. Persze, de négyes. Ha, négyes. Hát neki nem ízlik, 10x4. 10x4. Amúgy jó, csak meg kell pirítani a héját egy kicsit. Gyerekek. Amúgy jó az ízlél a csilivel. Cseppet csíp. A csoki meg... édes. Kávépor, és méghozzá cappuccino, kis zacskós cappuccino. Nem egy rendes csoki? De, van, lett csokis. Csokit is vettem, és abban megmártottam. Persze nem pirítottam meg, bocsánat. Persze nem pirítottam meg, drága. Nem voltam itt, amikor csináltad, azért nem tudom, hogy van benne. Én azt hittem, rendes csoki. De. Rendes csoki. Nem az a kakaópor? Kakaópor tettünk? Már nem tudom. Nem de van csoki is. Gyerekek nem is hallott, csak meg kell pirítani tényleg egy picit. Úgy gondolom, gyerekek, hogy nagyon finom.
Van rajta kókuszreszelék. Ez micsoda? Kókuszreszelék. És figyelj már érdeklődik, hogy milyen a fehér. Hát kókuszreszelék. Tudom, hogy fehér, csak ezek gömböc. Na tudom, hogy kókusz van rajta. Csak igen. Hogy ez... Mi? A mandarin? Mandarin darab. Csoki. Bamátott mandarin darab. Ha! Hát képzeljétek egy gyerekek. A férjem rámerészőt nézni más nőre, úgyhogy nem vártam. Letépem a füledet. Vagy eltöröm a karodat, azt a hátadba nyomom. A nőnek meg a lábát töröm el, és akkor a szájába nyomom a saját lába fejét. Stírolták egymást. Én úgy, nem. Úgyhogy szemeztek egymással. Én nem. Jó van, én fölhoztam. És majd letárgyalom vele. Otthon pirsében letárgyalom vele. Letárgyalom vele otthon pirsében, hogy mi a szitu. Mert úgy gondolom, hogy nem illik másokat megnézni, csak úgy. Azért leárkálok fél óránként, negyed óránként cigizni, csak azért, hogy valaki olyat látsa. Már nem tudtam másfára nézni, mindig rám nézett. Ha most én tehetek róla, hogy ő nézett engem. Mindez nem igaz, mert élveszed a helyzetet, ha nekem, ha engem valaki néz. Direktből szemlik velem, elmegyek onnan, ha valami nem tetszik nekem. Csodálkozhatok, ilyen sukarcsávú vagyok. Gyerekek, milyen summát. Figyeled, gyerekek. Milyen summát. Figyeled. Persze. Hát itt az megy, hogy szara szét van szórva a utcákon a kártyák, hogy hívogassák őket a bocsánatokanok. Szara szét van a kártyák, rendesen izé van, névjegykártyáik van, szara szét van szórva. Emberek meg taposnak rá,